Puha, még ott a lehetőség, beközépre a labda Hegedűs. Szöglet. Bent. Egy lehetséges büntetőt vizsgálnak tehát. És kimegy megnézni az esetet a játékvezető. Hogy vajon Hidi könyökét eltalálta a labda, és hogy milyen szögben volt Hidi könyöke. Na nézzük, mi az ítélet. 11-es lesz. Mesánovics, ő belövi. Egyenlít a Kisvárda. Egy lőtt gól a Vasasnak ma nem lesz elég a győzelemhez. A 31. percben ezzel a 11-essel 1-1. Hidi lőtt egy gólt, majd az ő könyökén változtatott picit irányt a labda, Mesánovicsot pedig a múlt nem érdekli, hogy Uram János mekkora büntetőlő. Ő behelyezte simán a hálóba a labdát.